szépen a könyveket, akkor jó. November közepe óta a gyermekkönyvtár ablakán keresztül folyik a kölcsönzés a Versegi Ferenc könyvtárban. Nem csak itt, hanem a város összes fiók könyvtárában is hasonló rendszert alakítottak ki annak érdekében, hogy a kényszerű zárvatartás idején sem maradjanak olvasni való nélkül a leghűségesebb látogatók. A Versegi Pak szolgáltatás egyre népszerűbb, a kölcsönzések száma azonban még így is jóval a megszokott alatt van. Körülbelül 5000 5600 kölcs, kölcsönző volt november óta, és körülbelül olyan 14 ezer könyvet kölcsönöztek ki. Most ez a szám így önmagában nyilván nem mond semmit, de azt tudni kell, hogy amikor nyitva lehetünk, akkor átlagosan egy hónapban van 5000 kölcsönzők, és körülbelül olyan 15 ezer könyvet kölcsönöznek, szóval azért töredéke az, amit így most tudnak vinni az emberek. A törzs olvasók most is rendszeresen jönnek, ők jellemzően inkább az idősebb korosztályba tartoznak de érkezik rendelés kisgyermekes szülőktől és diákoktól is. Mivel a könyvek közötti személyes böngészésre most nincs lehetőség, a könyvtárosok minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy segítsék a választást. Készítettünk könyvkirakatot, ugye, ahol a könyveket itt a gyerekkönyvtár ablakában át lehet venni, gyerek és felnőtt könyvajállók is vannak, illetve folyamatosan a közösségi oldalainkon, illetve a honlapon keresztül havonta vannak könyvajánlók, illetve időszakonként még az új könyvaink, miket ajánlunk, és hát a katalógusunk online elérhető. Ha már megvan a kiszemelt olvasnivaló, szinte bármilyen hagyományos vagy modern csatornán keresztül fogadják a rendelést. A lehetőségek közül továbbra is a jól bevált telefon a legnépszerűbb. A vonta körülbelül ezer telefonhívás van, ami ugye erről, erről szól, de e-mailben küldenek az olvasók kéréseket, messenger üzenetben, meg a honlapon is lehet foglalni, tehát katalóguson keresztül. De akár papír alapon, személyesen is le lehet adni az igényt. A kérések teljesítése azonban néhány napot mindenképpen igénybe vesz. Ahogy a visszahozott könyvek sem kerülhetnek azonnal a helyükre. Itt van a könyvkarantén, a visszahozott könyveket ugye két napig pihentetjük, és csak utána kerülnek vissza. A, a kölcsönzés tehát zavartalan, a könyvtári rendezvényekre viszont még várni kell. Az áprilisi költészet napjára online programokkal készülnek a könyvtárban, de azt remélik, hogy júniusban az ünnepi könyvhéten már újra fogadhatják a látogatókat.